Arra ezer példánk van, hogy mondjuk a Fidesz hogyan ö, ö, osztja a, maga, a sajátjainak a pénzt. Úgyhogy én mindig szerintem különösen meg kell becsülni azokat az eseteket, amikor amelyek azt bizonyítják, hogy, hogy itt van egy összjáték. Ami több dolgot is jelent. Egyrészt jól tudjuk azt, hogy Orbán Viktor ö, szereti kontrollálni az ellenzékét is, és ennek egy fontos része az, hogy az összes forrásról ami a rendelkezésére áll az ellenzéknek, neki tudnia kell. Ugye többször volt arra kísérlet, hogy a, a pártok állami támogatását egyszerűen felszámolják. Annak ellenére, hogy rengeteg hatáskört, intézményt, feladatot vontak el az önkormányzatoktól, ami engem ezt melbe csapott, hogy mennyi pénz van még mindig, és milyen mérhetetlen könyöklés megy a különböző önkormányzatok, körül ebben a meglehetősen kilúgozott, kiherélt formában is. Megkérdeztem a, a budapesti közműveket, hogy van-e köze az akrandrás felmondásának, vagyis eltávolításának ehhez a, ehhez a számlagyáros ügyhöz, meg ehhez a, a park kartelles kérdéshez, és hát nem kaptam érdemi választ. Jó. és ez itt az átlátszó podcastje, aki pedig itt ül velem, az Kerényi György, a Szabad Európa munkatársa és kollégánk Fülöp Orsolya. És amiről most beszélni fogunk, azt a követőink egy jelentős része el fogja intézni azzal, hogy mi nem Rogánnal foglalkozunk. Meg Mással. de ennek ellenére a Transparency Internationalhez hasonlóan, mely szervezetet ugyanúgy megtalált a szuverenitás védelmi hivatal, mint ahogy az átlátszót is. Szóval a hozzájuk hasonlóan mi mindenki, aki él és mozog, azt figyeljük, és ez alól nem kivétel az ellenzék sem. És amiről most szó lesz, az többnyire ellenzéki vezetésű Hivatalokat, településeket érint, mégpedig azt a céghálót, amely a zöld felületek rendezését végzi Budapest több kerületében és eléggé furamódon álltak össze, kvázi kártelbe tömörülve végezték a önkormányzatok megbízásából a park gondozásokat, és ezzel foglalkozott az átlátszó is, de gyújített viszont több cikket is szenteltél ennek a kérdésnek. Először is nézzük azt meg, hogy egyfelől mi a tevékenység, amiről szó van, és az, hogy mely településeket, kerületeket, hivatalokat érinti. Szia! Hello. Sziasztok! Kicsit vitatkoznék vele, nem, én nem merném azt kijelenteni, hogy ellenzékieket érint inkább ez a, ennek a céghálónak a kertészeti működése, hiszen mondjuk Zuglóban is a papcsák alatt indult. Az más kérdés, hogy Karácsony Gergely engedte, hogy folytatódjon, és aztán Horváth Csaba. ugyanúgy, és a, mondjuk Óbudán is a Búzs Balázs alatt köttettek a nagyobb bizniszek. Egyébként vidéken is több település, Gyöngyöstől, Pécsen át. Sok helyen működik ez a cégháló. Egyébként... Szintén Fideszes terror alatt lelező városokat említettél, igen? Igen, most ezt nem tudom, például, hogy Pécsen nem akkor kezdődötte, de azt hiszem, nem. nem a, hogy hívták a bukott Fideszest? Hát nem bukott, mert nem volt Zsolt. Páva. Ő, igen. ő már nem indult 19 ben és akkor igen. Péter Fiatyna. Nem tudom, most mikor indult. Na, mindegy, szóval lehet, hogy egy valamivel több, de szerintem ennek az a ismérve ennek a körnek, és ezért is keltette fel a figyelmemet, hogy itt van egy ilyen nagy koalíciós háttere ennek a bizniszelésnek. És ugye hát a független sajtó, hát szerintem több ezer cikket írt már arról, amikor ennek a kleptokratikus államnak a különböző... Jó, jó, mondjuk el, hogy először is miről van szó? Ö, arról van szó, hogy vannak -e olyan kertészeti... Négy olyan terület van az önkormányzatoknál, amely biztos és település nagyságtól függően azért különböző de milliárdos nagyságrendű állandó bevétel jelent, és ezeket általában monopolizálták bizonyos székcsoportok. Ilyen a közékeztetés, ilyen az útjavítás, ami folyamatosan van, ilyen a parkfenntartásos munka, és valamennyire ilyen lett a parkolás is. A parkolás körül voltak a legnagyobb botrányok, a többi elég jól elmuzsikált. A, Tudjuk, jól, hogy a közétkeztetés az a Bánki Eriknek volt a, a hit illetve aztán beszállt a Mészáros is erre a piacra, itt ebben a kerületben a pikójék. Azt hiszem 100 milliós közbeszerzési bírságot is kaptak, amikor hatalomra lépés után felmondták a közétkeztetési szerződést, mint kiderült törvénytelenül. Az útjavításokat általában a Penta, Vianova viszi, és van egy olyan kertészeti cégháló, amelyek valós teljesítésű, valós szakmai tudású cégek, a legtöbbjük családi vállalkozásként indult a 90-es, 2000-es években, csak mindegyikben fölbukkant, így vagy úgy, egy Zámbó Zsolt nevű figura, akit 2020 végén nem is tudom, vettem észre, teljesen véletlenül egyébként, amikor egy más ügyben fölbukkant a neve, és akkor az Optemben nézelődtem, és aztán láttam ezeket a kertészített cégeket, és akkor egy idő után úgy megvilágosodott, hogy hát ezek hálózatban vannak szerveződve. Tehát ezek a cégek végzik a, a kerületek több ezer négyzetméteres kaszállás, ágvágás, stb. munkáit, ami évi olyan egy fél milliárd legalább kerületenként, de van, ahol négy, öt, hat. Most például, amit utoljára láttam, az a őrsi kötöttek most egy négy vagy 5 milliárdost ezzel a cégcsoport valamelyikével. Ennek Köz... a cégcsoportnak valamelyikével. Ez szólhatok valamit, mert. Hát, Mocsánat. Nem. mert. Azi, mert... Azért, hogy szóval a, a, a kerületeket említetted Budapesten, vagy említettük eddig, de valójában maga a fővárosi önkormányzat, mint nagy önkormányzat is érintett ebben a főkerten keresztül, mert azt az én cikkemben, én ezt írtam meg részben, hogy, hogy ennek a nyerőnégyesnek, akit a akit most még nem neveztünk meg, de a céghálónak van egy ilyen... Szóval van négy olyan domináns tagja, akik... akik a ezt a négy céget akkor nevezzük négyest. meg, aztán utána folytassad. Jó. Megnevezed, Gyuri? Hát a Pannon Park Forest, de hát négy vagy hat, attól függ, mert van, amelyik időnként eltűnik, és akkor előjön egy másik. 2020-ban nekem a, a legerősebbnek a Pannon Park Forest, a Deer Garden, a... Hú, a, Zöfe. A Zöfe, FFT, Zöfe és van ez van ez fenntartó. A és a parkfenntartó. Igen. Igen. Egyébként említetted a főkertet, vagy nem, csak azt akartam, előbb. Csak azt akar, annyit akartam még mondani, hogy hogy egyrészt ott sem az ellenzéki városvezetés alatt kezdődött emlékeim szerint, tehát a főkertnél vagy a fővárosnál. Tehát a főkert esetében sem az ellenzéki vezetés alatt kezdődött ennek a körnek a, a foglalkoztatása, viszont folytatódott ugyanúgy az elmúlt években. És, ha jól emlékszem, ilyen 4 milliárd körüli közbeszerzési megbízást kaptak az elmúlt pár évben. De az ellenzéken. Akadjunk felé ezt csak bevezettem csak így azzal, így hogy fel. jelen pillanatban igen, mert hogy jelen pillanatban a, a főváros sikerületek többsége, illetve a fővárosi önkormányzat ellenzéki vezetés alatt áll, és hogyha bármit azzal kapcsolatban kapargat, bárki, akkor ugyanolyan hárítási mechanizmusok lépnek fel, mint kormány oldalon. Ezt csupán erre utaltam egyébként, nézzük magunk magát az ügyet, tehát arról van szó Gyuri felsorolt, hogy milyen olyan tevékenységek vannak az önkormányzatoknál, amelyet nagy külső szervezet praktikusan cégbevonásával tudja csak az önkormányzat ellátni, és érdekes módon Ezeknél a helyeknél mind azt fogjuk tapasztalni, mint ahogy parkolás ügyében mondjuk a Ferencváros Kispest zugló összejátszáskor, hogy van egy ilyen pártokon és kerületeken átívelő cég, háló, amelyik nyertesként tud kikerülni. Na most ugye a parkfenntartásnál az az érdekes, hogy bizonyos terület felett nem is igen tud más nyerni, mint mint ezek a cégek, vagy meghatározott cégek. Ugyanúgy, ahogy ezt egyébként tapasztaljuk az élet más területén is, az építőipartól a médiavásárlásig, hogy abban az esetben a bizonyos cégeket olyan helyzetbe hozol, hogy a legjogszabb emberek ott legyenek, és elsősorban a referenciák ott legyenek, akkor igazából már csak ő tud nyerni. De amit te feszegetsz, hogy igazából ez könnyen kikerülhető lenne kifejezetten a parkfenntartásnál, ami egy ilyen számomra azért érdekes, mert állatorvoshidó, mert itt nem bonyolult dolgokról beszélünk, mert ezért mégis egy kivitelezés az építőiparban, az azért egy. Meglehetősen bonyolult, összetett, komoly szaktudást igénylő dolog, de még, még, még egy reklámkampány megszervezése is olyan szakembereket igényel, amelyeknek a száma egy ekkora méretű országban véges. De a parkfentartás nem ez, mert ugye füvet nyírni mindenki tud. Csak az a helyzet, hogy bizonyos nagyság felett, ahol referenciákat kérnek, ezek a cégek tudnak belépni. Na de mi van, ha nem ekkora nagyságra írják ki? Igen. A 11. kerület a cikkem után meg is próbálta, oda egyébként ilyen átláthatósági tanácsnoknak felvették, azt hiszem már nincs ott a nagy Zoltánt, aki a GVH-nak volt a, az előző vezetője, és egy tiszta kezű ember, ö, és akkor kisebb részekre bontották a kerületet, és ugyanezzel próbálkozott PIKÓ is, a 8. kerület. Ö, ők nem osztották föl, ö, hanem tevékenységileg, és hát a pikóéknál az jött ki, hogy ugyanúgy az ő nyerte egy kivételével mindegyiket, de szerintem a 11. kerületben ott valamennyire sikerült megvalósítani, de az nem tiszta nekem, hogy ott, ott még úgy láttam a közbeszerzési értesítőkben, hogy továbbra is ez a cég álló nyer. És most van egy újabb jelenség, bocsánat, még csak annyi, hogy, hogy talán ezt kiküszöbölendő, most az útfelújításos cégekkel állnak konzorciumba. Tehát az elmúlt pár évben azt látom, hogy, hogy vagy a Vianovával, vagy a Pentával közösen indulnak ezek a cégek. Ezek azért teljesen más típusú profilok, csak az önkormányzatoknak sokkal egyszerűbb így, hogyha valakivel kell tárgyalni tisztán, tehát nem is kell ebbe feltétlenül megvesztegetést látni. Egyszerűbben tudnak így bánni velük. Hát én is ezt akartam egyébként mondani. Én ugye dolgoztam önkormányzatnál, szóval próbálkoztam közbeszerzést kiírni. Szerintem ez egy teljesen jelen formájában életellenes és emberellenes eljárás, tehát hogy nyilvánvaló, hogy egy önkormányzat nem akar. Egy közbeszerzés, egy nagy közbeszerzés helyett. Nyilvánvalóan azt most úgy értem, hogy sokkal egyszerűbb egy nagy közbeszerzést kiírni, mint hogy feldarabolod a kerületet tíz részre, és akkor tízszer csinálod végig ugyanazt. És folyamatosan. Kegyetlen eljárás igazolások. és teljesítés Tehát az, egy, sok, az egy nagyon komoly meló, maga a kiírás is. Hát igen. A másik, me... ez dokolja egyébként a keretszerződéseket is. Mert hát ezért használják, mindig értetlenkedik persze. az ember. Hát mert sokkal egyszerűbb, tényleg egyszerű. Kötni egy nagy keretszerződést, és utána már a részmunkákra azzal a céggel Csak, köz. Mit, csak, a, csak a megbízásokat Csak nagy a korrupciós kell. kockázata. Hát akkor most hát, már meg is védtük Pokorni Zoltánt, aki ugye a Kutyapárti új polgármester pont ezzel támadott, hogy keretszerződéseket ír ki. Mehetünk is haza. De annyit azt szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy én ezt értem, és ezt én el szoktam mondani Mészáros és Mészárosnál, meg Szílasztónál is, ahol országos tenderek vannak, hogy már régen túl vagyunk azon, hogy itt nézegessük a közbeszerzési értesítőt, meg a pénzügyi közlöny, mert egyszerűen ők vannak a piacon, de de ennek azért ellentmond az, hogy nem csak neked tűnt fel az eredben, mint a Turi ember, hanem a nyomozó hatóságok is, amelyek őrizetbe vették most tavasszal ennek a céghálónak a központi szereplőjét. Azért ez mégsem azt jelenti számomra, hogy itt, itt egyszerűen a. a kényelem, meg a komfort, meg az egész izgat. Ez, 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 két külön dolog most, azt szerintem, amit mondtunk, az az, hogy egyszerűbb, de attól még, hogy ez így egyszerűbb, lehet úgy csinálni egy ilyen közbeszerzést, meg keretszerződéses izét, hogy, hogy korruptan, és, és itt az volt, egyrészt az volt, hogy túl, túlárazott munkák is voltak, jelentősen túlárazott munkák, másrészt meg egy számlagyára elfocsolásos. Igen, szóval itt két, szóval valószínűleg elbízták már nagyon magukat, hiszen azért ez a 2000-es évek közepe óta működik ez a hálózat. Politikus forrásaim azt mondták, ezek azok, akik a kerületeknél egyengetik a az ellenzék részéről tipikusan a sorsukat, azok mind a hagyónak az emberei voltak. És ugye a hagyónak a, a politikusait, hagyó Miklós, a fiatalabb hallgatók. Nem nagyon tudják már, hogy kicsoda, de egy. Főpolgármester helyettes volt szocialista színekben 2006 és 2010 között, és 2010-ben a BKV ügyekben egy rövid időre őrizetbe vették, illetve előzetes letartóztatásba helyezték. És ezt a hálózatot, amiben Szentecki, János, Csepelen, Hincs, György, 11. kerületben, Bial, Dávid, 15-ben, Lukócki az örökös jelölt 16-ban, azt hiszem, valamelyik... Szerintem tizen... 18 hát, inkább, de... Nem tudom, most valamelyik ott Rákos mentén. Ö... Az meg a 17. Oké. Okay. Uh, szóval, hogy ők, ők az ilyen hagyó árvák, és őket azóta Molnár Zsolt uh, jelenleg. Jó, most most kategorizálta embereket, akik uh, uh, a se tudja. Uh, hogy... Ide sorolták őket az én forrásaim mind hogy ők ennek a körnek voltak a munkatársai, és aztán a kerületeknél pedig ez több... A felsoroltak közül tudom, hogy van olyan, aki azért a szocialistákhoz jóval előbb csatlakozott, mint hogy Hagyó Miklós egyáltalán felmerült, merült, mert ugye 2002-ben lépett be az MSZP-be, mármint a Látókörébe az MSZP-nek. Puhlászló menedzselte őt is, meg Vadai is a Szocialista Párton belül akkor. De azt mondom, akiket felszóltál, van olyan, akik jóval régebb óta kötődnek a, a, az MSZP-hez, ami persze ettől még nem zárja ki, hogy a hagyóhálózatnak a, a tagjai lehettek, de nem feltétlenül arról van szó, hogy Hagyó Miklós helyezte őket el, tehát hogy forrásaid említhették így. Na, igen, szóval menedzselik őket kerületi szinten. Igen, igen. Tehát, hogy ez több helyről visszajött, és volt, amelyiket le is írtam. Mondjuk a Bihal esetében, a 15. kerületben le is írtam, de a Hincs esetében is többen mondták, hogy a kerületen belül, tehát ottani politikusok nem szocialisták, hogy mindig a Hincs volt az, aki ezeket a szerződéseket pusolta. És ezek át is mentek, tehát Karácsony Gerge is úgy átnézett ezeken. Hagyta, hagyta, hogy ezek ezek a bizniszek működjenek. Szóval hogy az, onnan akartam kiindulni, hogy arra ezer példánk van, hogy mondjuk a Fidesz hogyan ö, ö, osztja a, maga, a sajátjainak a pénzt. Úgyhogy én mindig szerintem különösen meg kell becsülni azokat az eseteket, amikor amelyek azt bizonyítják, hogy, hogy itt van egy összjáték. Ami több dolgot is jelent. Egyrészt jól tudjuk azt, hogy orbán viktor szereti kontrollálni az ellenzékét is, és ennek egy fontos része az, hogy az összes forrásról, ami a rendelkezésére áll az ellenzéknek, neki tudnia kell. Ugye többször volt arra kísérlet, hogy a, a pártok állami támogatását egyszerűen felszámolják, ez sajtóig is eljutott, például, és úgy tudom, például, hogy Kövér nagyon ellenezte ezt. Jelentősen megnövelték ugye az elmúlt időszakban, most már nem tudom, hogy hány éve a

A frakciók állami támogatását, tehát igazából abból egy ilyen másfél milliárdos összegekből már egész jól lehet muzsikálni. Tehát ez egy fontos része, hogy, hogy minden forrását az ellenzéknek ellenőrizni kell, és ez, ezt az egész szuverenitás védelmi törvénycsomagot részben ez is indokolja, tehát hogy elvágni azokat a, csa, a csapokat, amelyek ellenőrizhetetlen vagy nagyon nehezen ellenőrizhető forrásokból jönnek, és ez a pénz, ami így kontrolláltan tudott menni, ez, ez ez, ez, ez nem volt ellenére a Fidesznek sem, hogy ez, hogy ez a biznisz működött. Azon túl is természetesen, hogy valószínűleg mindkét oldal fele ment vissza a pénz ettől a Igen. Csak visszatérve az előbb arra, hogy, hogy próbálkoztak bizonyos kerületek azzal, hogy kisebb részekre darabolják fel ezeket a, a közbeszerzéseket. Hogy van egy egy másik vagy egy harmadik út is? Én úgy tudom, hogy például a főkert esetében most, ahonnan ugye kirúgták a, a, a zakarandrást nemrég, váratlanul és hirtelen, hogy ott viszont van egy olyan gondolat, hogy szervezzék be. Tehát, hogy a, a, a kaszállást, meg a, a gyepvágást ne, szer, ne, tehát, hogy ne írják ki közbeszerzésként ezeket a munkákat, hanem csinálja meg maga a főkert, és bizonyos... A források szerint ö, ennek lett áldozata a, a, az akar, mert állítólag valaki szerint nem tehát, hogy ő ö, szabotálta ezt a városházi ö, törekvést, ami ugye. Én szerintem hát, ez a fővárosnak a, a narratívája. Tehát szerintem a főváros ezt szeretni. Én, tolni. Én, én, nem, én nem, direkt nem mondtam, hogy honnan, <laughs> hogy honnan van a, a, az információ, viszont azért szerintem elég nehéz. Tehát, hogy az akar nem volt olyan pozícióban, hogy tehát, hogy nem ő írt ki egy közbeszerzést, vagy tehát, hogy nem volt abban a helyzetben, hogy azt gondolom, hogy bármit szabotáljon mert hogy nem, nem ő mert az a, a főkertet már. Mert hogy a, a... Két éve bevonták egy nagy. Hát most már a, a budapesti közműveknek a részemnek a a, rész, aminek a, Márta csak. Imre a, a, a az igazgatója, tehát minden közbeszerzés nyilván van, ő, ő hagy jóvá, tehát szerintem ez itt nem teljesen derült Hát ez egy örök játék a... a rendszerváltás óta hogy én, konkrétan megkérdeztem a, a budapesti közműveket, hogy van-e köze az akarandrás felmondásának, vagyis eltávolításának ehhez a, ehhez a számlagyáros ügyhöz, meg ehhez a, a parkkartelles kérdéshez, és hát nem kaptam érdemi választ. Jó. Mi ez a számlagyáros ügy? Mert ezt az Na, ez nem... az, hogy ez, ez, szerintem ezek a cégek a, a parkfenntartás általában valós teljesítmény is volt. Túlárazás volt, kartelezés volt, vagy például itt a harmadkert, ami a fővárosi temetőket gondozta, ott sok esetben történt, hogy ugyanazt a melót a kispesti önkormányzatnak, ez egyébként egy kispesti fideszes képviselő, ezt le is buktatta, egy nő, most nem itt eszembe a, a neve, ugyanazt a melót a kispesti temetőnél a kerületnek is, meg a fővárosnak is, a fővárosi temetkezési intézetnek, ami szintén a BKM része már, azt hiszem, Igen. oda is kiszámlázták, de, alap, de azért ezeket a munkákat ők megcsinálták. De szerintem az lehet, hogy emellett viszont elkezdték szám, számlagyárként is működtetni, ami a fuzikféle parkolási biznisznél is egy, váltotta ki azt a hatalmas azért, raziát, vagy letartóztatási hullámot, hogy, hogy akik ugye nagyon komoly cégeknek is nyújtottak ilyen számlagyáras szolgáltatásokat, hogy ezeket a cégeket is erre használták, és szerintem ezért, ez emiatt fogták meg őket. Szerintem a parkfenntartó biznisz, biznisz nem nagyon piszkálja a nyomozóhatóság. Hát ez, 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 úgy indult, hogy tavaly novemberben tette közzé a NAV, hogy egy ilyen nagyobb akció keretében ö, rajta ütöttek egy, nem tudom, 500 milliós elfocsalással vádolt ö, Hát nem nevezték meg nyilvánvalóan, hogy kikről van szó, csak közéltetek egy videót, amiben, amiben mindenféle ilyen mediterrán stílusú lakóházakat mutatta kívülről, belülről, meg meg hosszasan drága sportautókat, amiket lefoglaltak ebben az akcióban. Az egyik volt egy, egy ilyen... Maserati. Nem, egy nem. Ferrari volt. Ferrari. Egy, egy piros Ferrari, aminek a csomagtartójából még előkerült egy pár osztatyorban félmillió, félmilliárd forint készpénz is, meg még, még egy autót mutattak, amit, amit ott így lefoglaltak. De ugye nem, tehát, hogy nem lehetett tudni, hogy miről figyelzi, van szó. Tehát az, az van ez szó. dolog, hogy az ember elmegy bevásárolni, és most a félmilliárd forint. Hát igen. <laughs> tudom, és, hogy több, igen. igen, és és akkor mi is írtunk erről az ügyről akkor, de akkor még nem, akkor még nem volt egy, egyértelmű, hogy bárhogy is kapcsolódik ehhez a körhöz. Ezt, ezt, ezt a 24 pont írta meg valamikor most tavasszal, hogy ők nyilván kaptak gondolom egy, egy fülest, hogy, és az ügyészség nekik megerősítette, hogy ez a ferrari akció, ez az Ámbó Zsolt féle ügyekhez, és, és a parkartelles ügyekhez Valamilyen módon. Azt a nem erősítette kapcsol... meg, az, hogy a, Park a Park nem az, csak Az, az így nem hangzott Aha. el. Csak hogy az Zamboszolt az kapcsolódik. Uh -huh. De azt a se tudjuk, hogy mely cégek, de úgy tudom, hogy van közte parkos cég is. Hát ami miatt én azt gondoltam, hogy kapcsolódhat, az az volt, hogy ezt a Ferrari-t, amit említettem, ezt Szóval be lehetett a videóból azonosítani, hogy, hogy honnan vitték el. Egyébként itt a nénénétől kezdve mindenki tévedett, mert azt írták, hogy egy Pécsi garázsból vitték el ezeket az autókat. Gondolom azért hitték ezt, mert a nav a Dél túli egysége nyomoz ebben az ügyben valamiért. De ez valójában az egyik autót egy szadai házból, a másikat egy magyaródi házból vitték el, és a az egyik cím, men lakó nőnek van egy kertészeti vállalkozása, aki egyébként gödöllőn kapott, ugyanebben az időszakban egyébként 16 20 vagy 21-ig megbízásokat, és, ö, és, pont amikor ez a, 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 navos közlemény kikerült 23 novemberében, akkor kényszertörölte az adóhatóság ennek a, ennek a nőnek a a, ezt a kertészeti cégét, és ö, szóval, hogy ö, szerintem ez egyébként azért arra utal, hogy Jó, valamilyen... De tehát, de hogy személye önmagában erősebb kapocsa a kertészeti tevékenységhez és a számoláshoz De az volt, vagy lehettek más biznisze biznisz, is. is hát. hát ezt akartam mondani, kérdezni, hogy... hogy te ezt mennyire, gondolom, utána néztél a cég nyilvántartásokban, ő egyébként milyen más üzletágokban utazott még? Hát az, amit sikerült egyébként Óbudai közbeszerzési dokumentációban el, nem az az, hogy a parkolást is ő vitte, az ő cége. Vitte egy olyan cége, amelyik egy áttétellel már a Tasnádihoz a, a parkolási bizniszbe is beszállt. De azzal már van egy másik ö, ö, számlagyáros ügyben eljárás, nem az az egy ilyen... Hát van a fúzikféle, a, fuzikféle, a nagy. A a nagy, a milliárdos. Amit a 4 4 alaposan. Már meg, meg, meg mindenki sokan mások, a mások annó, meg még Igen. több évvel ezelőtt. Szóval Állítólag az, az ezek egy összefüggenek, hát. ezek a cégek. Ezt mondták jó, nekem akkor, ilyen rendőrség közeli források, de nem tudtam utána nem akkor jel, hogy Megint vagy. a hallgatók és a nézők kedvéért tisztázók. Fuzik Zsolt szintén hagyóidőszakban bukkant fel a főváros környékén, azután viszont remek Lénye Fideszes. A volt az informatikai vezető. Így van. Eh, azután viszont kapcsolatba hozták mindenféle Fideszes politikusokkal is. De akkor előzetesbe is. Előzetes Tehát 10 is. vagy 11 körül előzetesbe került. Így van. van. Igen majd utána egy kínai parkolási bizniszben fideszes jelentős potentátokkal vett részt közösen. És az elmúlt években pedig ismételten baloldali politikusokkal összefüggésben emlegették a, ebben a számlagyáros ügyben, ami a fővárosi önkormányzatot és több kerületet érintett, és amelyel kapcsolatban egyébként több e, e, gyanúsítás történt ebben az évben, amely nem csupán Fúzik Zsoltot illetik. Egészen különös e, áérted a mostani beszélgetésünknek, hogy ezt ugye adásban mikor fog menni, azt nem teljesen pontosan tudom, de amikor beszélgetünk, pár órája állították elő, és a Gyurcsány Ferenc egyelőre oda kommunikált minket, hogy őrizetbe is vették, de ezt egyelőre nem tudjuk a harmadik kerületi e, polgármestert, e, Akinek nem lehet tudni, hogy ehhez az ügyhez bármiféle köze van, vagy akár a, a fuzik ö, üzelmeihez más módon. De... Hát a fuzik, akkor ö, szocialista politikusokat említett, mint, aki, mint akiknek kenőpénzt adott tehát abban a számra gyáros körülben hát szólak. A szocialista a Monár, szerint vádalkut kötött Váda, a ég, ügyességgel ég, igen. és elkezdett szocikra vallani. Igen. Hát most, hogy ebből most mi az igaz? Már, hogy, hogy igazak-e a vádok? Amit mint Csabáról, Molnár, Zsolt, Molnár, Zsoltra, a Baja Ferencre. És még volt egy Tóth és Csaba. Molnár. Tóth Csaba. Tóthra nem? De. Szerintem a Tótra nem. A Horváth Csaba, Tóthra. Molnár Tóthra Zsolt nem. meg a, De lehet, Na hogy meg, a... de le, lehet, hogy rosszul. Ne, jó, rosszul. Jó, jó, <laughs> ebből a Baja Ferenc érdekes, mert ugye ő hosszú-hosszú évek óta nincsen egyáltalán semmilyen tisztségben. Molnár a Szembe meg azt hiszem februárban élt gyanúsítással az ügyészség, ö, ami azért mondjuk eléggé meglepő egy országgyűlési képviselővel a kapcsolatban. Ö, Egyébként az a cég, ami, ami abban a nagy 4 milliárdos számlagyáros megint dobogok, ügyben központi szerepet játszott, ez a CISZ-IT Network, vagy akkor még máshogy hívták, abban a Tasnádinak is van tulajdon része és... nem a Péternek, hanem a Lászlónak. A Lászlónak. Igen. A Lászlónak. Tasnádi Lászlónak. Hát átvették egy időt. Átvették egy időt, igen. És érdekes módon ők 2023, tehát tavaly tavasszal ezzel az ügyel a átuk mögött, vagy hát zajl, zajlik még ebben a, a nyomozás meg a, az eljárás, meg tudtak nyerni egy fővárosi önkormányzati közbeszerzési kiírást a közvilágítási oszlopokon, nem is, nem közbeszerzési kiírás volt, bocsánat, sima pályázat volt, a közvilágítási oszlopokon ilyen közlekedési mérőeszközök telepítésére vonatkozott a pályázatnak ez a része, amint csak ez a cég indult el, és... Hát úgy mondjuk azért nehéz a műt kihirdetni értesre. Igen, de a közgyűlés nem fogadta el a pályázat eredményét tavaly májusban, ott a Baranyi Krisztina fel is szólalt pont azért, mert ilyen hátterű céggel úgy gondolta, hogy lehet, hogy nem kéne feltétlenül ö, szorosabb szerződéses De most is mit tudsz csinálni? Tehát mondjuk azért az ártatlanság vélelme az áll. Tehát a, itt azért rengeteg nevet említettél beszélgetésünknek elmúlt bő fél órájában. Szerintem a felsoroltak között van olyan, aki teljesen tiszta, van olyan, akire, ha nem is ha az biztos, rábizonyítani nem fognak tudni semmit, és így tovább. Hát azt szerintem az egy jó, azt is lehet feszegetni, hogy mit lehet csinálni, de de volt egy közgyűlési döntés, hogy nem fogadjuk el ezt a, ezt a, ezt a pályázatot érvényesnek. Majd utána azért viszonylag szokatlan módon a főpolgármester a saját hatáskörben, ugye, mégis érvényesnek nyilvánította ezt, a, ezt az eredményt. Annak ellenére, hogy ezen a ominózus közgyűlésen, ami nem fogadta el, azt mondta, hogy hát ha most itt a közgyűlés nem messze az, akkor természetesen érvénytelen lesz ez a, ez a pályázat, hát nem így történt. Ez csak de egy mondom, kis zárójel. a polgármesterként, főpolgármesterként üzemeltetned kell egy települést. Vannak feladatok, amiket el kell látni, ne haragudjál az ördög riportot csinálok jelen pillanatban. Nem is, ne is állja áll nem is, is állja áll jól. De az, ez a tehát az, hogy legyen legyen most így az oszlopokon olyan mérőeszköz, mert mérsz valamilyen. Igen, ez nem az alapvető Az ivóvíz az 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 az, ellátást biztosítsa, ez nem ugyanaz a kategória. A kaszálás viszont az, tehát, mert ugye onnan az, indultunk. Az inkább. Tehát, hogy ha nem kaszálsz le, akkor parlakfű lesz, és akkor meg megbetegszik a fél kerületed, és akkor És akkor, akkor meg olyan még... Szent Király Alexandra is lekaszálja. Hát, nagyon helyes. <laughs> e, hozzám jöhet. E, nem, mint mi hogyha ruhájából. olyan sok kaszálnivaló való lenne a klauzáltéren, de bármikor szeretettel fogadom kávét is adok. E, tehát, e, nem tudom, hogy ezek a mérőeszközök miért vannak, ne, ne haragudjál, nem voltam erre éppen Én se tudom, készül, de, nem de tudom, de, lehet, hogy ez valami sorba illeszkedő, valami és más e, egyéb tevékenységeket akadályoz abban az esetben, ha nem helyezik ki. Nem tudom. De éljünk a... Legyünk jó hiszeműek, és mondjuk feltételezzük azt. de számomra egyébként, ami az egészben érdekes, hogy 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 működik a politika, hogy működnek az önkormányzatok, azt gondolom, hogy ez megrázni nem fogja a, a olvasót, a hallgatót, a nézőt. De vannak olyan klisék, amelytől ez van, hogy nem lehet én. 2019-ben kezdte el újra foglalkozni az önkormányzatokkal, kimaradta a közbülső egy vagy két választás, mert nem tartottam túl érdekesnek, és akkor 19-ben, amikor újra megnéztem, annak ellenére, hogy rengeteg hatáskört, intézményt, feladatot vontak el az önkormányzatoktól, ami engemet melbe csapott, hogy mennyi pénz van még mindig, és milyen mérhetetlen könyöklés megy a különböző önkormányzatok körül, ebben a meglehetősen kilúgozott, kiherélt formában is. És aztán elkezdtem számolgatni is, E, például mondjuk a saját kerületemben, ott, a, ott 19-ben váltás történt, mint a fővárosi kerületek egy jelentős része, amikor 10 valahány milliárd forint adta át a Fideszes önkormányzat a, a büdzsét, tehát akkor akkor volt a költségvetés, és Covid után egy évvel talán már 30 valamennyi volt. Hogy az a mondás, hogy az önkormányzatok ki vannak véreztetve, ezek ez így egyszerűen nem igaz. Vannak olyanok, amelyek igaz, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak, függetlenül attól, hogy Fideszesek vagy ö, ellenzéki vezetésűek, Debrecen Budapest, mert például van tömegközlekedésük, alapvetően ezzel függ össze. De a fővárosi kerületeknél ö, jelentősen meghaladja ö, a, a bevétel a működési költségeket. Jelentősen meghaladja. És ebből ezek szerint lehet olyan tevékenységeket, cégeket finanszírozni, amelyek szépen felnőnek az évek alatt, aztán hogy, hogy nem úgy gondolják, hogy a tisztes megélhetésen, profiton és alkalmazottak sokasságán túl fel, piros ferrari is igényt tartanának. Ebben teljesen igazad van, szerintem is ez az ellenzéki, vagy én is úgy hallom, nem szerintem is, vagy én úgy hallom különböző önkormányzati vagy országos politikusoktól, hogy ez inkább egy ilyen politikai kommunikációs eszköz de azért az, hogy a költségeiket bőven fedezik a bevételék, ez ugye attól függ, hogy mondjuk mennyi utat akarsz lekátyúzni. Tehát annyi a költséget, hogyha... Amilyen Működést nem... mondtam, az nem működés. De... Szóval, hogy a kátyúzás az például egy ilyen örök folyamatos harc a kerületeknél, és fél milliárdból félmilliárdból, egy egymilliárdból nem veszi észre a szavazód azt, hogy te valójában kátyúztál, pedig egy milliárdot arra költöttél. Szóval, hogy, hogy ez egy ilyen példa. Vannak persze, jobban megfoghatók, tehát a közétkeztetés, az önkormányzati tulajdonban lévő ö, oktatási, illetve ugye bölcsőde-óda esetében, vagy a mondjuk a meg az idős otthonok esetében, az egy megfogható költség. De a többinél már az, hogy most hány utcát tudsz fásítani, és hányat nem mennyit kátyúzni. De alapvetően egyetértek veled, hogy az önkormányzati rinyálás részben nem igaz. És, és hát olyan állandó és folyamatos megbízásokat tud adni, hát, hát csak a lakásállománynak a meglévő, azért vannak még önkormányzati. Azoknak a folyamatos karbantartása az egy nagyon jelentős biznisz felújítása, a gyors szolgálat, mennyi idő alatt mész ki, stb. És akkor még a, a, az igazi szavazó csalogató nagy beruházásokról nem is beszéltünk, hogy ki csinálja a jókai felújítását, stb. stb. Mondjuk azért az, a, hogy még piros ferrari is tudnak belőle venni, szóval most az, hogyha van egy, 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 egy elfocsalásos számlagyáros valami, azért az, az, az egy másik dolog szerintem. Oké, okay, csak azt nem jön, nem magából a... indul az ez ne ki. Nem a a nagyságából, vagy ahogy mennyit kaszálnak. Oké, de, <laughs> biden, okay, biden de ahhoz szó, minden, léte, létező cégek kellenek, illetve felnővő cégcsoportok kellenek. Tehát az nem, utcáról te nem fogsz bemenni számlagyárat csinálni. De egyébként konkrétan ezt a, a piros Ferrárit ugye nem ezeknek a nagy cégeknek a telephelyén vagy székhelyénről vitték el, mint mondtam, ez egy ö, a, a szadai, a szadai. szadai volt a, a Ferrari. A, az, ennek a, az ennek a kis, hát ez az az is egy ilyen családi kör, ott egy, egy bangó, bangó család ö, van különböző, tehát az anyuka, a, a, a fiú meg a nővér. Ebben így képben. Szóval ez egyébként még nem is egy olyan nagy, nagy cég. Mert ezek a, ezek a parkartelles, a, a nagyobbak, ezek, ha jól emlékszem, ilyen évi 2-8 milliárd és mi éves árbevételük van. Alkalmazatuk nincs olyan sok. Nincs olyan Tehát sok. Jó részt idénymunkák, és ők is. Svarcban, vagy nem Svarcban. És ott viszont, ott viszont elég nagy nyereségek is voltak Igen, bizonyos égen, években, években, bizonyos cégeknél. Ez a, a tehát aho, aho, ahova kapcsolódik ez a piros Ferrari, de nem, nem, azt nem tudtam kidérteni, ki, ki kinek a tulajdon a, a Ferrari, egyébként egy szlovák rendszám van rajta, ez olyan 150 milliós autó, vagy ilyen limitált szériás állítólag 20 darab van belőle a világon. Tehát, szóval... Több autót nem csak ezt a kettőt is. Igen, 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 csak egy, ez volt ezeketől a A volt olyan, csak ezt nem tudtam megerősíteni. Mind a ketten régóta mi? foglalkoztok, vagy. Na jó, mindegy, nem mondom. <gül> 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 Politikával, Lekeversek. közélettel, de akár most vegyük ide az energia a bizniszt is. Én ennek egyszerűen nem teljesen értem a, 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 az emberek működését. Ha van sok pénz. Miért értjük? Kérdezni nyugodtan. Jó, hát, és ezt akarom. E, és. E, hogy miért akarnak van, még több pénzt? Mi ezt kérdő, van, kérdő, a a kérdős, kérdős, nem ezt a kérdést fogod feltenni. Miért akarsz ér, olyan Ferrari... kocsit venni például, amiből húsz példány van a világon? Tehát, hogy ha tudod azt, hogy van, amit azért kapargatni lehet az előéletedben, meg a forrásaidnak, bevételeidnek a tisztaságában, abban az esetben miért akarsz még feltűnő is lenni? Mert csomó nem, nem csomó, szinte minden esetben ilyenek el, a Louis Vuitton táskán és a, a piros ferrari hát A, a fogyasztás az, az társadalmi státusz kijelölő, és, ez, és az a te kulturális értékvilágodban egy nagyon fontos M meg ők nem voltak, mutató. nem voltak igazából akkor előtérben, tehát a Bangó Ferike, aki villogni szokott a Facebookon ezzel a sportkocsival, és ugye ahol megtal ahonnan elvitte Amúgy nem biztos, hogy az övé. Tehát én nem tudom, hogy ki. Szerintem egyébként röhelyes, hogy az autókról, tehát a tulajdonosáról. Tehát ez úgy van védve, ez az információ, hogy tényleg nem tudsz hozzájutni, miközben mondjuk egy ingatlan esetén lekérd a földhivataltól, és kész minden tulajdonost. Ott Látsz egy-egy kocsinál, nem, és Szlovákiában sem. Uh -huh. Szerintem ez azért érdekes, uh -huh. nem? Minden esetre nem derült ki, hogy kinek a tulajdonában van, csak az derült ki, hogy hol találták meg. Jó, hát akkor ez, kellemesen, rejtélyesen fejezzük be a, ezt a beszélgetést, hogy a, mi sem tudjuk, senki sem tudja, majd talán a nyomozó hatóságok majd egyszer tudni fogják. Egyébként jó, fejezzük be, csak még De. azt akartam elmondani, hogy. Hogy ha jól tudom, te is, Gyuri, meg én is, miután a 24-nek az ügyészség megerősítette ezt az ámbozsolt, csak zsoltos információt, te is kerested még őket, ha jól értettem, meg, meg, meg én is próbáltam még én is többször megerősíteni bizonyos információkat ezzel az ügyel kapcsolatban, és, és már semmire nem, nem válaszoltak, és hát telefonon így annyit tudtam meg, hogy állítólag azért is az órára ukról lett koppintva, hogy ezt a, az információt kiadták, hogy ez egy olyan horderei ügy, ami a az nem arra vonatkozott, hogy mindenképpen belefolytam mindentől a szót és a, 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 a szóben szakad, hanem arra, hogy rácsavarodtunk az áru etapjára a beszélgetésünknek, mert amúgy is túlfolyunk. De még azért volna, lett volna kérdésem. Azt követően, hogy ezek a cikkek megjelentek, akár nálunk, akár a Szabad Európán, valamiféle visszhangja a lépése ezeknek az önkormányzati részéről történt-e ennek? Nem. Felém nem. Egy önkormányzat soha nem jelezte, hogy bármi is problémás lett volna, amit megírtam, zámbozsolt sem. Mi, milyen visszhangra gondolsz, hogy, hát hogy megbántak-e, hogy? Hát vagy vagy a a testületülésen parázsvita bontakozott ki erről, illetékes ügyosztály, ideges levelezés. Hát bekezd, én ezt, két, azt ö, mondtam, hogy. A sajtó hogy nem úgy van, hanem hazudsz és így tovább. Új Budán azt tudom, hogy a 2020-as cikk sorozat után igyekeztek fölbontani, és a pikóik is azt mondták itt, hogy, hogy amiatt bontották hat részre, amit ugyanúgy a öt, ötöt abból az öfe nyert meg a nyolcban. Úgyhogy hát itt van ugye reakció ez volt. a zakaros, ami szintén, tehát nem, nem tudjuk, hogy valójában mi történt, vagy minek a hatására, de hát ugye eléggé egybeesett azért ezzel a témával, szóval az, az is lehet, hogy ott is volt tehát mondom, én úgy tudom, hogy... De hát semmilyen módon nem került elő az akar neve a nyomozás kapcsán, tehát ez, és mindenki, akivel én beszéltem, aki ott van benne a békárni nél azt mondta, hogy nem tudják elképzelni, hogy ne lenne Igen. tiszta kezű a csávó. Abszolút, én is, így, én is így hallottam, de attól még öm, akár rá is kenhetik, vagy szóval, hogy valamilyen módon azért mégis csak úgy tűnt, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő, ő hát ott, egy főosztályvezetőt már kirúgtak, mint, mint tavaly, nem? Aki ezeket a hamis teljesítési igazolásokat aláírta a harmadkertnek a temetők kapcsán. Yeah. Ö, nem tudom. Nekem meggyőződésem, hogy ez inkább a, már összefüggésben van a karácsony mögött. Nem olyan nagyon erős meggyőződésem a karácsony mögötti kicsit ingatagnak látszó koalícióval. Tehát, hogy ott, azért nagy helyosztásra kell majd a fővárosi cégek vezetésében számítani. Tehát a karácsonynak nem sok lapja van abban, hogy biztosítson maga mögé viszonylag konstans, mert ez az ügyek mentén ez így jól hangzik, csak ez kicsit időigényes is, meg azért nem árt bizonyos kicsit megvajazni, megolajozni, és ebbe csak a pozíciók jelentenek valamit. Hagyományosan a felügyelőbizottságokban mindig pártok ülnek, de hát a cégvezetés is egy fontos kádertemető, vagy valamit. Az egy aktív, igen. Munkát kell végezni, abszolút, tehát abszolút. A, szóval nem a BKV nem biztos, vezérigazgató nélkül nem lenne BKV, jel. tehát szóval valakinek nem. döntést kell hozni. Szóval nem tudom, hogy nem Márta Imre felé fog ez majd elmozdulni. Mm. Ez a sztori. Na, meglátjuk. Sajnos a, a Zakar András nem akart nyilatkozni nekünk, úgyhogy... De név nélkül nyilatkozott? <gül> <gül> Ti viszont beszéltetek so, nekem. Csak a bliknek nyilatkozott névvel. Azt egy kicsit sérelmeztem, megmondom őszintén. <laughs> Ez volt az Átlátszónak a podcastje. Parkokról beszéltünk, és számlagyárakról, illetve piros Ferrari-król. Fila és Kerény Györgynek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük.